Schmidt Mária nem szeretne nyugati egyetemet, a mi hazánk pedig keletit sem. Ahogy szlogenünk is szól, se Orbán, se Gyurcsány, se CEU, se Fudan. A Terrorház főigazgatója tegnapi interjújában kifejtette, hogy az a szellemiség, amelyet a nyugati intézmények képviselnek, a magyarok számára teljesen idegen, és semmi szükség nincs arra, hogy hazánkban is teret nyerjen. Szerencse, hogy mind ő, mind jobboldali nemzeti konzervatív keresztény kormányunk jóval megengedőbb egy kínai kommunista egyetemmel szemben, és azt tárt karokkal várná országunkba. Schmidt Mária a Vogue mozgalom térhódítása miatt aggódik, ami Amerikában honos és a baloldali fanatizmussal egyenlő, mi a mi hazánk nevében pedig aggódunk a kínai kommunista ideológia térnyerése ellen is, amit hogyha szintén gyakorlatilag egy kifejezésbe kell sűríteni, akkor baloldali agresszióval egyenlő, mi egyiket sem szeretnénk az országban. Ezzel szemben a mi hazánk mozgalom szeretné, hogy magyar pénzből a magyar egyetemek újuljanak meg, ahol elsősorban magyar hallgatók szerzik meg a tudásukat, és elsősorban itthon kamatoztatják azt, szűnjön meg végre a külföldre való képzés, és az egyetemeken a hazai értelmiség jövőbeni alapjait fektessük le. A Mi Hazánk mozgalom semmilyen olyan gazdasági beruházást nem támogat, amely külföldi érdekeket szolgál, főleg akkor nem, hogyha ez mellé párosodik egy kínai kommunista ideológia is, és a Fudan Egyetem alapító nyilatkozatában is kiolvasható, hogy egyértelműen elköteleződik a kommunista párt iránt. Mi ezzel szemben azt valljuk, hogy Magyarország a magyaroké.